Az aljától a plafonig mindent felújítunk, a csempét és az alsó burkolatot. Azon kívül csinálnánk egy olyat, és az van terve, hogy térelválasztás lenne, tehát ebből az öltözőből kettőt csinálnánk, hogy két külön osztály nyugodtan be tudja jönni. Többek között burkolás, festés és csempecsere is vár a BEM tábornok téri tornaterem öltözőire, így a fiúk és a lányok is megújult, szép környezetben készülhetnek majd ősztől a testnevelés órákra. A felújítás természetesen a zuhanyzókat is érinteni fogja, így a sportok után tiszta környezetben frissíthetik majd fel magukat a fiatalok. Még amikor honvédségi terület volt, és ők építették ki, azóta voltak javítások rajta, de alapvetően arra. Nem kell maradni, ideje felújítani. Tehát egy 30-40 év után már ideje felújítani, mert jobbra-balra folyik. A tervek szerint a következő hetekben a tornaterem előterének tetőcseréjét is elvégzik a szakemberek. Ha beágását kell megakadályozni, teljes tetőcsere lesz, polikarbonát tetőcsere lesz, ami a világítást fogja biztosítani, és reméljük, hogy a jég nem fogja elverni egy jó darabig. A BEM tábornok téri tornaterem felújítása az Egri Városi Sportiskola több lépcsős beruházása, amely többek között fűtéskorszerűsítést is tartalmaz. A rekonstrukcióhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének munkatársai is csatlakoztak, így ők végzik például a lámpák cseréjét, illetve az egyéb elektromos munkákat, amelyek az évek során szükségessé váltak a helyszínen. Minden működik valamennyire, de az, hogy jobb és komfortosabb legyen, ahhoz egy bizonyos idő elteltével korszerűsíteni kell. A sportiskola tudott most pályázat útján pénzhez jutni ahhoz, hogy tényleg korszerűsítse ezt a termet, és igazán nagyon jó feltételeket tudjon biztosítani ott az iskolai tanulásra és a később az egyéb sport tevékenysége is. A külső, illetve belső felújítások a tornaterem szellőztetését is érintik. Két nagyobb teljesítményű kellőző berendezést fogunk beépíteni, egy lehetővé teszi azt, hogy órák után teljes levegő cserét tudjunk végrehajtani, tehát friss levegőbe, egészséges környezet között tudjanak a gyerekek dolgozni, tanulni, illetve sportolni. A munkafolyamatokat a tervek szerint szeptember végén, legkésőbb október közepén fejezik be a szakemberek.